Egyelem nektek és békesség Istentől, a mi és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Lukács evangéliumának a hatodik fejezetéből, a következő ige szakasszal. Adj mindenkinek, aki kér tőled, és aki elveszi a tiedet, attól ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. A Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok liturgikus színe a zöld, amely szín most jó néhány héten keresztül díszíti az oltárt. Azért zöld ezeknek a vasárnapoknak a színe, mert a plantáció deit, Isten ültetvényének a zsendülését, növekedését szimbolizálja. Ahogyan az elvetett magokból az élet elindul, kis növények kidugják a fejüket a föld fölé, és növekednek, leveleket hoznak, majd pedig reménység szerint termést is. Van néhány fűszer növényünk és virágunk a parókia udvarban, amiknek a növekedését napról napra figyelemmel tudom kísérni. Lenyűgöző adjan az élet, utat tör magának és megmutatja magát. A plantáció dei Isten ültetvényének a példája, pedig az elmúlt héten a gyülekezetben szemmel láthatóan is előttünk állt. Öten részesültek a keresztség szentségében, kicsik és nagyok egyaránt, Egyetlen vasárnapon, hogy a hit zsenge kis zöld növény módjára növekedésnek induljon az ő életükben is. A keresztségben induló hitbeli növekedésben támaszt ad a gyülekezet, támaszt adnak a szülők és a kereszt szülők. De a növekedést Isten igéje táplálja, és Isten igéjét az ember iránt érzett szeretete hatja át. És Isten szeretete nem viszonzás a mi szeretetünkért. Jóval előbb szeretett minket. És szeretné, ha mi is így viszonyulnánk az embertársainkhoz. Ezt fejezi ki a mai igényben is elhangzó aranyszabály, amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ez indítja az embert az embertársa felé. Minden további konkrét utasítás nélkül tudjuk, hogy mit kell tennünk, hiszen csak önmagunkra kell gondolnunk, és Tudjuk, hogy mit szeretne a másik, hiszen tudjuk, mit kívánnánk önmagunknak. És Jézus kiemeli, hogy mindez nem csak viszonzás miatt történik. A Jézusi szeretet próbálja az, hogy tudunk-e szeretni viszont szeretet nélkül, tudunk-e jót tenni hála nélkül, és tudunk-e adni anélkül, hogy kapnánk. Felszabadít attól a kérdéstől, hogy mit várhatok a másiktól. Gyökeres irány változtatásra hív és átformálja. A kérdést azzal, hogy mit tehetek a másikért. A válasz pedig nem a tétlenség. Nem passzív ellenállásra hív bennünket a rossz ellen, hanem nagyon is nagymértékű aktivitásra. Teljes erőbevetést követel az élet minden területén a jó megvalósításáért, azzal a szeretettel, amelyet ő mutat a számunkra. És valamiből ennek a hozzáállásnak, hogy ne várjunk az embertársaink szeretetére, hanem előbb szeressük őket, táplálkoznia kell. Jézus válaszként Istenre mutat, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Ő jóságos mindenki iránt, ő jóságos irántunk is. Jézus Krisztus megváltása megmutatta, hogy Isten nem vár a mi szeretetünkre, hanem előbb szeretett minket. Amen.